Lassan lezárul a több mint 3 éve zajló svájci együttműködési modellprogram. Kezdenek kirajzolódni az eredmények, a tapasztalatok. Múlt héten egy európai, több országból érkezett oktató háziorvos csoport járt Jászapátin, hogy megnézzék a program gyakorlati működését, és kötetlenül beszélgessenek a tapasztalatokról, az eredményekről. A svájci hozzájárulású alapellátás fejlesztési modellprogram Jászapáti Praxis közösségének néhány szolgáltatását szeretnék megnézni. A Jászapáti Praxis közösség szakemberei több helyszínen mutatták be a program működését, hogy minél pontosabb képet kaphassanak az európai országokból érkezett oktatóházi orvosok. Elsőként a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába látogatott el a csoport, akik múlt héten érkeztek Jászapátira, hogy az alapellátás fejlesztési modellprogram működését, tapasztalatait megfigyeljék. Az internet, Facebookot az nem mondja, hogy mennyire van jelen mindennapotokban, de biztos, hogy nektek is nagyon jelen van. Az iskola napi, élő kapcsolatban van a svájci programmal, már csak a gyógytestnevelés miatt is. Most pedig a praxis közösség egyik nővére egy drogprevenciós egészségnevelő előadást tartott a diákoknak. Az alapellátás fejlesztési modellprogram egyik fő célja a szemléletváltás elindítása a felnőtteknél, a gyerekeknél pedig időben elkezdeni az egészségtudatosabb szemlélet felépítését. Következő állomás a Városházán volt, ahol Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a csoportot. Elmondta, hogy Jászapátin nagyon érezhető a program hatása, minden nap láthatóak az eredményei. És látható az is, hogy azt a korosztályt, akiket megcélzott, és azt a réteget, akiket megcélzott ez a program, mindenkit sikerült bevonni. 2007-ben írta alá az együttműködési szerződést a svájci és a magyar állam. Ennek értelmében a svájci hozzájárulás vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott, melynek célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unión belül. Magyarország körülbelül 31 milliárd forint támogatásban részesült. Az együttműködés egyik kulcsfontosságú területe az egészségügy. Az alapellátás fejlesztési modellprogram célja, hogy hozzájáruljon a magyar lakosság egészségi állapotának javításához azáltal, hogy az ellátottak számára nem csak alap betegellátást biztosít, hanem különös hangsúlyt fektet a prevencióra, betegségmegelőzési programok, szűrések, tanácsadási és egészségfejlesztési szolgáltatások segítségével. Dr. Vajer Péter, a Nemzeti Népegészségügyi Intézet alapellátási osztályának igazgatója elmondta, az elmúlt több mint 3 év eredménye már jól látható a praxis közösségek területein. Sikerült olyan szolgáltatásokat a lakosság körébe nagyon közel elvinnünk, ami egyébként Magyarország más területein viszonylag nagy nehézségek árán érhetőek el, gondolok itt az egészségpszichológusra, vagy akár egy dietetikusra, de akár még a gyógytornászt is mondhatom, hiszen az általában szakrendelőz kötötten dolgozik. Ez azt gondolom, hogy a lakosság számára egy óriási eredmény. A Városházán aktív szakmai tapasztalatcsere folyt a programról. Az országban 4 praxis közösség jött létre, az egyik Jászapátin, melyhez Jászivány és Jászkísér is hozzátartozik. Minden napi gyakorlati kérdések merültek fel. Dr. Völgyi István, a praxis közösség koordinátor elmondta, hogy június 30-án fejeződik be a 42 hónap. Ezzel gyakorlatilag az első felvonás lezárul. Ez idő alatt a közösséghez tartozó lakosság egészségi állapotát európai szinten is egyedülálló módon sikerült felmérni az állapotfelmérésekkel, szűrésekkel, és a svájci program célcsoportjánál elindult a szemléletváltás. Tehát elindultunk valahonnan, tettünk a megelőzésért, az egészség karbantartásáért, a szűrésért sok mindent, és utána meg fogjuk mérni, hogy mennyire jutottunk. És utána ebből a döntéshozók, a törvényalkotók, az egészségpolitikusok levonják a következtetéseket, hogy mi az, amit meg kell tartani, mi az, amit nem. Ebben nagyon kiválóan meghallgatják a mi véleményünket is, és utána ez országosan elterjed, ez a gyakorlat, amit itt tulajdonképpen modellezünk.
Dr. Vajer Péter is elmondta, hogy ami még az egészségügy átalakítása szempontjából fontos lehet, az az, hogy sikerül talán bebizonyítani azt, hogy működik ez a fajta munka és rendszer, ahol a praxisok közösen gondolkodnak és új szolgáltatást visznek a területre, és ezt talán tovább lehet terjeszteni az ország egész területére. Mozgás, táplálkozás, káros szenvedélyek. Tehát... Harmadik állomás a házi orvosi rendelőben volt, ahol a szűrési munkacsoport egészségi állapot felmérést végzett, így a házi orvosok a gyakorlatban is megnézhették, hogyan zajlik mindez. 118 centi vagy? Végül a védőnői ellátás folyamatába is belenézhettek. Másnap egy konferencián vettek részt az Európai Oktató Házi Orvosok Szervezetének képviselői, ahol folytatták az ismerkedést a modellprogrammal, azon belül is a tervekkel, célokkal, eredményekkel, résztvevőkkel. A 3,5 éves program nyáron lezárul Jászapátin, de az már most látható, hogy eredményessége miatt fél éves hosszabbítás várható.